Reneszánszát éli napjainkban a tanyasi életforma, egyre gyakrabban laknak olyanok is ezeken a helyeken, akik a városból költöztek ki. Így mondhatni, tankönyvből tanultak meg gazdálkodni, mondja az agrárminiszter a közösségi oldalára kitett videóban. A tanyák az önellátás bástyái. Emellett a politikus szavai szerint kulcsfontosságú a szerepük a gasztrómia megújításában is, hiszen a sokszor ilyen helyeken készülő kézműves termékek egyre inkább előtérbe kerültek és felértékelődtek a koronavírus járvány terjedésével. A tanyák fejlesztését ezért évek óta szem előtt tartja a kormány. Elkötelezettek vagyunk a tanyák megerősítése mellett. Ezért is hirdettük meg 2011-ben már a tanyafejlesztési programot. A kezdeményezésnek köszönhetően eddig 2761 pályázat részesült támogatásban, összesen több mint 11,2 milliárd forint összegben. A programot idén is folytatjuk, mintegy 858 millió forintnyi forrással, amire február 18-ától lehet pályázni. Bízom benne, hogy így a magyar vidék különleges nemzeti örökségét tovább tudjuk gyarapítani. Emellett a politikus szavai szerint kulcsfontosságú a szerepük a gasztronómia megújításában is, hiszen a sokszor ilyen helyeken készülő kézműves termékek egyre inkább előtérbe kerültek és felértékelődtek a koronavírus járvány terjedésével. A tanyák fejlesztését ezért évek óta szem előtt tartja a kormány. Tanyagondnoki szolgálatot működtetünk, emellett pedig a külterületről a gyermekeket az általános iskolába minden reggel behordja az önkormányzatnak a busza. 2011-től, hogy megindult a tanyafejlesztési program, az önkormányzatunk kettő ízben is pályázott. Az egyik egy termelői piac kialakítása volt, a másik pedig 2015-ben az utolsó olyan tanyánkat, ahol még nem volt villamos energiaellátás, ez a kisebb a tanya, be tudtuk kapcsolni az áramhálózatba. Az idei kiírás a tanyán élők életszínvonalának javítására, a tanyai gazdálkodás megmentésére, a gazdálkodási feltételek megerősítésére és az új tanyagazdaságok indítására irányul. Pályázni március 4-ig vagy a forrás kimerüléséig lehet, igénylőnként legfeljebb 3 millió forintos támogatásra.